Sziasztok! Most egy jó kis csirkés kaját fogunk összedobni. Mint hogyha tojásos nokedli lenne, de mégsem, mert nincsen benne nokedli, hanem helyette csirke lesz hozzá, és paprika. Nem lesz egyébként ez sem egy nagy ördöngösség, viszont adunk hozzá még plusz egy kis tojást a csirkéhez. Ez nem csak azért jó, mert jó ízt ad neki, meg több fehérjét tudsz bevinni, hanem azért is, mert hogyha nem akarsz plusz köretet enni, akkor így nem muszáj, mert eléggé tartalmas lesz. Mondjuk, hogyha akarsz, akkor már még dobsz hozzá egy kis rizst. Én most úgy döntöttem, hogy ehhez nem kell. De egyébként körülbelül fél kiló csirkemell fog kelleni hozzá, három darab normál méretű tojás, olyan emmes tojás, és egy darab paprika, meg sóbors. Első körben egyszerűen csak felkockázzuk a csirkemellet. Nyugodtan vághatod ilyen pici kockákra majd, mert akkor minél kisebb kockára válva, annál könnyebben át fog majd sülni a csirke. Fűszerezzük meg, bors az mehet rá bőven, egy kicsit borsosabban szeretem, és só is megy rá utána. Az, ami különösebben nem érdemes más fűszerekkel próbálkozni, mivel hogy úgyis megy rá a tojás, és akkor, hogyha ilyen fűszersókat tesztek rá, akkor a tojással az nem lesz valami, úgyhogy a sóbors az bőven elég. Most egy kicsit kókuszsírral kenjük ki. Figyeljetek majd rá, hogy vagy wokkot használjatok hozzá, vagy valamilyen magasabb falu serpenyőt, mert mivel hogy a tojás is megy rá, ezért, hogyha ilyen nagyon alacsonyba sütitek, akkor nem fogtok elférni benne. Jó, nem kell ilyen nagyon sok kókuszsír, csak egy kicsi. Amíg majd sül a csirkemell, addig a tojásokkal foglalkozunk. Mivel, hogy vagy úgy csináljátok, hogyha nem meritek külön választani a fehérjét a sárgájától, akkor nagyjából három tojást simán egy kis sóval összekevertek, és akkor mehet rá. De én fölöslegesnek tartom a három sárgáját, úgyhogy csak egy sárgáját fogok használni, és három fehérjét. És a hús körülbelül annyi ideig kell majd sütnötök, hogy mielőtt már levennétek, hogy kész van a tűzről, előtte körülbelül egy ilyen 2 perccel majd beleöntjük a tojást, hogy az is meg tudjon sülni, de nem érdemes sokkal hamarabb, mert különben a tojás az oda fog égni. Most akkor ehhez is teszünk egy pici sót, akkor így összegezve ebbe 3 fehérje ment bele és 1 sárgája. Most akkor egy kis só mehet ehhez is. És akkor most a paprikát még felkockázhatjuk hozzá. Dobhatok egyébként bele például kígyóborkát, paradicsomot, tehát ezt igazából lehet variálgatni, amit éppen ti szerettek, vagy amit tudtok lenni mondjuk olcsóbban, bármi mehet bele. Elkezdett most már megpirulni a csirke, úgyhogy először belerakjuk a paprikát, még ezzel is 1-2 percet süthetjük majd, és akkor most már lassan megy bele a tojás is. És onnantól, hogy a tojást beletettük, akkor szerintem körülbelül max. 1-2 perc, és már meg is sült. Ennél egyébként egy ilyen praktika, én mondom, hogy kevésbé sül oda, hogyha nem kezditek el egyből kavargatni, ahogy beletettétek a tojást, hanem hogyha ráöntitek és egy picit vártok, akkor az alja éppen megsül annyira, hogy könnyebben fel lehet szedni, mert ha egyből kavargatod, akkor oda fog kapni a szélére. Hát ott például egy kicsit elkezdett már megsülni, sokkal könnyebben el lehet onnan húzni. Ha akarjátok és sok tojással szeretitek, meg éhesebbek vagytok, akkor nyugodtan rakhatok bele tojásból mondjuk ennek még a 2-szeresét is, de most szerintem ez a 3 tojás az pont jó lesz. Még egyet kavarunk, és igazából készen is van. És akkor látszik is, hogy nem sült oda, ott egy ilyen nagyon pici, de ez könnyen feljön. Úgyhogy főleg egyébként, hogyha kókuszsírt használtok, akkor még kevésbé ég oda. Így az elkészítés alatt én már eléggé megéheztem, úgyhogy szerintem neki is látok. Jó étvágyat nektek is hozzá!